Hej, klinori, klonori, csiri sári farkaskati gyereki. Ez nem más, mint a helyi szokásokkal elkészített biopálinka. Biopálinka. Na, és mitől bio ez? Hát attól bio, nincs lepermetezve a fa. Férgesen, ahogy lepogyanik a gyümölcs, összeszedjük, belerakjuk a mi a hordóba, és cukrot teszünk rá, és akkor az egy olyan fél évig áll, és utána kifűzetjük a szeszfőzébe. Tehát ahogy az Isten megteremtette. Ahogy az Isten megteremtette, pontosan. És a méz az meg nyilván bio, mert itt járkálnak a méhek, és gyümölcsfákon szedik a ilyen nevét. Van itt kis akácos is, ez akácméz, mert van többféle méz is, de ez akácméz. És ezek ilyen helyi méhek, nem? Ezek ilyen helyi méhek, ilyen parasz méhek. Tehát mondhatnánk azt is, hogy tájjellegű őrségi méhek. Méze. Így van, itt vannak a szomszédban, itt mászkálnak. A mézet az fekvő hevíteni, körülbelül egy olyan 50 fokra fölforralni nem szabad, és akkor utána hozzá öntjük a pálinkát. Nem szabad fölforralni, mert akkor ilyen habos lesz, és akkor összekeveredik, úgyhogy nincs semmi hiba vele, és akkor ilyen lesz. Tessék megkóstolni, kismértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. Most hámozom a krumplit. És mihez lesz ez? Tödöléhez. Most beleteszek egy ilyen lapos kalálba sót. Összetörtsük a krumplit, szétfőtt, és akkor beletesszük a lisztet. És akkor ez a liszt még vele egy kicsit, itt hagyjuk, és itt még kicsit főn vele. És akkor utána majd kezdjük dagasztani. Hogy mondta a édesanyja, hogy... Úgyhogy addig dagasztam, még hétszer ki nem ver a víz. De nézze, láss, hogy forrólom. Belemártam a zsírba, és akkor utána belemenek a fazikba a dödöléhoz, és akkor így végighúzom az edénynek a falán. Ezek a dödölék. Ezeket fogjuk majd a zsírba megpirítani. Szép pirosra mind a két oldalát. Ez a dincélt hagyma. Erről szűrtem le a zsírt, és majd mikor megpirul ez a dödöle, belerakom még egy ilyen tepsibe, és akkor rétegesen ezt rászórom a tetejre. És akkor szépen mind a két oldalát megpirítjuk. Forgatni is kell a dödölét? Persze. Azért ennek is megvan a művészete. Ennek művészet. Ez csak gyakorlat. Tehát ezek már az elkészült? Ezek már az elkészült művészet. És erre fog valami még jönni rá? Erre fog jönni a hagyma és tejpörög. Igen. Kiöntöm a lisztet, beleöntöm egy talba. Teszünk bele egy kis sót. És akkor most megy rá a langyos most víz. Megy rá a langyos víz. Miért fontos ez, hogy ez langyos? Azért, mert akkor jobban nyúlik a rétes rész. Én szerintem a jó kis főzésnek az alapja a kimunkálás. Körülbelül meddig tart ez a dagasztás? Hát, ez az dagasztás ez csak egy körülbelül 5 percig, de ott majd a gyúrótáblán, ott egy kicsit tovább gyúrom, hogy szép sima legyen. És mennyi ideig tart egy ilyen rétest összehozni? Hát ennek külön több mint egy óra, mert jó 3-4 óra pihenni kell a tésztán. Most jön a kettévágás folyamata. Igen, most jön a kettőválasztás, mert ebből két ekkora az asztalom, hogy ebből két nyújtás van. Most letakarjuk, ide raktam őket egymás felé, letakarom és egy 3-4 órát pihenni, és akkor kezdjük nyújtani az asztalon. Sodrupával egy kicsit kinyújtom, felveszem a kezemre. Ez igen. Ebben van majdnem le is tudna egy ember takarni. Na, egyeztem, és akkor nekiállok, nyújtom. Megyek körbe az asztalon, és húzom. Őrségi szokás igen. Szerint. Igen, ahogy azt mondta az édesanyám, hogyha a fiam így meglábbegelted, akkor az jó van. Akkor tovább nem kell húzni, mert ez már elegendő vékony. Akkor hogy? Megyünk így körbe az asztal körül. És úgy általában mindenhová rakunk belőle. És a terítő helyett fölhelyezett tésztát meglocsoljuk tejfővel. Meglocsoljuk tejfővel. Bőven nem sajnálok. Tehát a tejfő után... Olajjal. Vagy zsírra. Régen zsírra csináltuk, mert régen disznóra vártunk, de hát most már nem olyan. Sokan válnak az őrségbe, szemek azt mondják, egészségesebb az olaj. Összekevertem a darátmákot cukorra, és ezt fogom rászórni. Ebben lekintjük az egész tésztát.
Nálam inkább a mág dominál benne, mint a törpe, azért tök is kövele. Először felszerelem így a szélét, egy kicsit. Csak akkor van a baj, hogyha az ember elfelejtett alá abroszt rakni. Hát az bajosan nyújtja el akkor. Ez az egyik fele. Összehajtjuk a másik felét is. Kiolajozzuk a kepsit, hogy ne ragadjon bele. Egy liter nem, de fél liternál többet rakok egy kepsire bele, meg az egyéb. Ha megtejfölöztük, utána jó, megolajozunk. Most megtesszük a sütőbe. És egy jó fél óra múlva meg fog sülni. És meg lehet kóstolni, amilyen az őrségi tökös málkos sétás.